Köszöntöm Önöket, újra itt a lélekben. Ma napjaink egyik legtöbbször használt pszichológiai kifejezését, illetve leggyakoribbnak gondolt jelenségét igyekszünk tisztába tenni. A narcizmust és a narcisztikus személyiség zavart járjuk körül. Először Unoka Zsolt professzor, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika osztályvezető pszichiátere, pszichoterapeutája magyarázza el mindezek lélektani hátterét. Ő következik. Mindenkiben van egészséges narcizmus. Mikortól válik ez vizsgálandóvá? Van, amit ilyen narcisztikus vonásnak, vagy narcisztikus megküzdésnek nevezünk, ami minden emberre jellemző az élete bizonyos szakaszába, egy nehézség esetén, egy betegség, vagy veszteség esetén. És van az a vonás, ami tartósan fennáll olyan mértékben, hogy az diszfunkcionális, és innentől beszélünk narcisztikus személyiségzavarról. A pszichiátriában onnantól beszélünk betegségről, vagy pszichiátriai nyelven személyiségzavarról, amikor az a funkcionalitást rontja. A funkcionalitás az mi, hogy tud-e dolgozni, és tud-e olyan kapcsolatokat létesíteni a munkahelyén, a barátaival, párkapcsolatban, a gyerekeivel vagy szüleivel, amelyek kölcsönösen gyümölcsözőek. Tehát nem használja ki a másikat, vagy nem veti túlzottan alá magát a másiknak, és a munka terén meg vannak hosszú távú célok, és azok terén tud teljesíteni. És akkor beszélünk betegségről, hogyha vagy az egyik funkcióterület, ez a kapcsolati terület, vagy az önérvényesítés területén tartós zavarok állnak fönn. Ugye manapság szerintem nagyon nagy divatja van annak, hogy ütre-botra címkézünk, és rámondjuk, hogy valaki borderline beteg, a másik narcisztikus. Amit ő most elmondott, ez a szakmai definíció, de egy átlagember kapcsolódás tekintetében miképp tud, ha egyáltalán feladata, különbséget tenni a kettő közt? Olyan, mintha a másik embert egy ilyen protézisként használná a személy. Mit értünk a protézis alatt? Műfogsor, akinek levágták a lábát, valamiért műláb, és akkor ha műlábbal jól tudok menni, akkor észre se veszem, és semmi bajom vele. Ha berozsdásodik, nyikorog, nem tudom, kibicsaklik, akkor meg eldobom, és veszek egy újat, vagy megszereltetem. Most ez párkapcsolati, vagy kapcsolati szinten úgy lehet megérteni, hogy azt vesszük észre, hogy a másik életében mi bizonyos funkciókat töltünk be, használ minket valamire, de amint nekünk bajunk van, használ minket arra, hogy csodáljuk, vagy használ minket arra, hogy mi egy menő párja vagyunk, büszke lehet rám, híres ember vagyok, vagy ügyes, vagy jól kereső, vagy valami, vagy arra használ, hogy én mindig dicsérjem, csodáljam, oda legyek érte, és amikor ezt nem tudom betölteni, ezt a funkciót, ezt a protézis, ezt úgy kell érteni, hogy az ő önszabályozásnak, az önbecsülésnek, az érzelmi szabályozásnak a segédeszköze vagyok azzal, hogy mindig megcsinálom, amit kell helyette, vagy csodálom, vagy elismerem. Hogy emelem a fényét egyáltalán. Vagy emelem a fényét, tehát ez azt jelenti, hogy ez az ember nagyon szenved, és nagyon ügyetlen, tehetetlen, érzelmileg kiegyensúlyozatlan nélküle. És amíg ezt megcsinálom, addig ő szépnek, okosnak és ügyesnek éli meg magát. Amint nem tudom megcsinálni, mert beteg vagyok, náthás vagyok, hasmenésem van, vagy kirúgtak a munkahelyemről, és rossz kedvem van, vagy stb., akkor ő ezt egy személye ellen irányuló támadásként éli meg, mert már nem töltöm be ezt a támogató protézis funkciót, és nagyon dühös lesz rám, és nagyon nagy ilyen, ezt nevezik ilyen narcisztikus dührohamnak, amikor ő úgy éli meg, hogy én őt megszégyenítem, tönkreteszem, elveszem a jólétét azáltal, hogy nekem valami bajom van. Ez már a kóros spektrumon van? És akkor, ez mondjuk egy ilyen központi
jellemző, és hát a kóros spektrumon ez akkor kerül, hogyha ez olyan mértékű ez a dű, hogy bántalmaz, vagy eltaszít magától, vagy szóval, hogy ez a súlyosságot ilyen paraméterek mentén lehet megítélni. De ugorva nagyot az időben. Igen. Gondolom én, senki nem születik narcisztikusnak. Ez a gyerekkor adta lehetőségek, körülmények és szeretet megnyilvánulási formákból fakad. Miért érzi voltak éppen ő önmagát egyedül értéktelennek? Mit nem kapott meg gyerekkorában, hogy ez egy narcisztikus sebbé transformálódjon? Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Minden pszichiátriai betegségnél ez egy ilyen központi kérdés. Etiológia, mi az oka? És a narcisztikus személyiség zavar esetében a kutatások azt találták, hogy van egy ilyen genetikai öröklött meghatározás, az mérsékelt, és a környezeti hatások meg erősek. Tehát, hogy ezért is ez egy jó kérdés, hogy kell egy ilyen genetikai sérülékenység is, és hát a környezeti hatásokban, és akkor itt látszik ez, hogy ezek mennyire ilyen generális hatások, és hogy mennyire ez számít a genetika is, hogy nagyjából ugyanaz bántalmazás, túlajnározás, ami azt jelenti, hogy minden dolgát kielégítik, dicsérik. A gyereknek. Igen, de nem a gyerekre irányulóan, hanem a szülő igényei szerint. Mert ugye a gyerekeket, ha dicsérik és jutalmazzák a gyerek igényei szerint, az nagyon jót tesz. Tehát nagyon szeretném a hallgatókat nem félrevezetni. Tehát jutalmazzák és dicsérjék a gyerekeiket a gyerek igénye szerint. De hogyha a szülő igénye szerint dicsérik, ugye ez az empátia hiány, az oda nem illés, a rá nem hangolódás, az mindenkinek rosszat tesz. Ez egy jogosultság tudattá fejlődik nála? Tehát egész egyszerűen ilyen kiemelkedő jogosultság érzete lesz? Hát ez egy út, de van akinél ugye ez az állandó megszégyenülés, érzelmi elhanyagolás és kisebb rendűségi érzés, ugye az egyik ilyen klasszikus metafora a narcizmusnál, hogy mondjuk van egy ilyen autókerék, hogyha le van eresztve, az is baj, ez most a kerék felfújtság, az önbecsülést jelenti, és hogyha nagyon fel van fújva, az is baj, mert kipukkadhat, és akkor az egészséges önbecsülés az a középső. Ami nincs nála, tehát vagy nagyon le van eresztve, vagy túlságosan fel van fújva. És akkor a narcisztikus, grandiózusnak, nagyzásosnak nevezett narcisztikus személyiségzavaros embereknél egy részüknél a háttérben ott van egy ilyen nagyon megszégyenített, tehetetlen rész, és annak azt, amikor aktiválják társas helyzetbe, azt az ellentétébe fordítva próbálja ezt letagadni, és úgy megjeleníteni magát, mint aki egy ilyen nagyszerű ember. Erről fogunk beszélni, csak belevágtam a szavába. Egyfelől azt mondja, hogy a túlzott ajnározás elviheti egy úgymond rossz irányba azt a gyereket, de mit nem kap meg? Na, ezt mondom, hogy a túlzott ajnározásba is, ezért, mert úgy furcsa az embereknek, hogy azt mondjuk, hogy a túlzott ajnározás meg az érzelmi elhanyagolás mindkettő egy ilyen kockázati tényező, csak azt ki kell fejteni, hogy a túlzott ajnározás az egyfajta, csak az a fajtája oki tényező, ami valójában szintén egy érzelmi elhanyagolás, mert nem a gyerek igényeire vonatkozóan ajnározza, tehát a szülőnek van szüksége arra, biztos ismeri ezeket a szülőket, akik a gyerekeket ilyen-olyan szépségversenyre, sportra, zeneiskolába is. A szülő is valami belső hiányt elégít ki azáltal, hogy a gyerekben projektál dolgokat. Igen, tehát, hogy a gyereket is, és akkor ez a protézis, amiről beszéltem, hogy a gyereke a protézise, és ez adódik át nemzedékről nemzedékre, hogy nem éli meg a gyerek, hogy ő, mint személy,
autonóm lény, arra kíváncsi a másik, és fel akarja fedezni vele együtt, hogy ő ki is valójában. Ez az egyik út. A másik, amikor vagy abuzív, vagy destruktív kapcsolatba kerül a szülőkkel. Tehát a szülők lenyomják őt, nem Igen. figyelnek oda rá, empátiát nem mutatnak Igen. felé. Igen. Akkor milyen hiány, lehet, hogy általános a kérdés, de milyen hiány alakul ki abban a gyerekben? Tehát a saját magatartó oszlopai nem növekednek meg. Tehát az önbecsülés, ami meg kell, hogy alapozódjon azáltal, hogy egy szülő őt értékesnek, szeretetreméltónak látja. Ha ez nincs meg, akkor emiatt alakul ki ez a narcisztikus személyiségjegy? Próbálok pontosítani, hogy milyen egy egészséges büszkeség, és milyen egy ilyen szakirodalomban hübrisz, ez egy ilyen görög, ógörög, ilyen irodalomból vett terminus, amikor a hős azt gondolja, hogy többet ér, mint az istenek, és a sorsnál is, sorson kereszt, azon is felül tud kerekedni, és akkor ezért megbüntetik. Tehát ez a hübrisztikus büszkeség. Gőgös büszkeség. Gőgös büszkeség, nagyon jó. És akkor ugye, hogyha a szülő képes arra figyelni, hogy a gyerek mit szeretne, mit tud, és arra specifikusan reagál, és azt mondja, hogy ez ügyes vagy, vagy ez még nem megy, gyere, segítek, és akkor kialakul egy ilyen konkrét cselekedetre, teljesítményre irányuló egészséges büszkeség, versus, hogy a szülő nem segít, elvárja nagyszerűséget, és bántja a gyereket azért, hogyha ezt nem teljesíti. Szavakkal vagy tettekkel? Hát mind a kettő. Mind a kettő. De még ezt mondjuk a szégyenhez vezet ez, és a szégyennél a verbális abúzus, tehát ez a legerősebb tényező, tehát hogyha szavakkal megalázza, és akkor kialakul ez a fajta ilyen kompenzatórikus álbüszkeség, amivel megpróbálja letagadni azt a szégyenérzetet. A saját sérülékenységét és sebezhetőségét. És ezért is nehéz azoknak az embereknek, akik narcisztikus személyiségzavarba szenvednek, segítséget kérni. Mert ugye a segítség az azzal kezdődne, ugye, akkor kérünk segítséget, amikor azt mondjuk, hogy mi sérülékenyek vagyunk, van valami, ami nem megy, segítsenek. Képtelen ezt beismerni? Önön maga előtt is? Hát, ugye erről beszélünk, hogy mikor ő számára ez tudatosodik, az egy ilyen fájdalmas, megsemmisítő szégyenérzetet provokál, amiben nem szeret lenni senki se. És ezért próbálja ezt elkerülni. Hát ugye a terápiában meg a munka egy része arról szól, hogy szegény, mennyire meg vagy szégyenülve, és mennyire sok nehézséged van, mondd el, és segítünk ebbe. Szerintem meg kéne szüntetni ezt a narcizmus fogalmat, mert már... Túl általános és címkézünk, folyamatosan stigmatizálunk. Túl általános, stigmatizáló, és hogyha ugye mindig az a lényeg egy pszichiátriai diagnózisnál, hogy informáljon, ne stigmatizáljon, és ezért állandóan cserélgetik, mert átmennek a köztudatba, és onnantól már stigmatizálunk. És ütre-botra használjuk, bármilyen magánéleti konfliktus esetén azt mondjuk, hogy egy narcisztikus bánt el velünk, miközben lehet, hogy csak egy önző ember volt. Igen, ez egy másik kérdés, hogy hogyan különítünk el egy bunkót attól, hogy valaki narcisztikus személyiség. Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés manapság. És hogyan különítjük el azt, aki rossz paszba van, és azért undok, vagy bunkó, vagy ez egy tartós vonása. Ez rendszer szintű működésben ölt testet? Tehát a különbség? Az, hogy még egy narcisztikus személyiség zavarban szenvedő ember, vagy a spektrumon nagyon előreadott állapotban lévő ember rendszer szintűen működik így, és nem periódikusan? Ja, abszolút. Igen. Ez a különbség. Ez egy nagy különbség. Például mondok,
Ugye ez szorosan kapcsolódik, ez a protézis használ, hogy protézisnek használja a másikat, ilyen szakszóval self-tárgynak, hogy még nem egy másik, de még nem tartja különálló lénynek, nem kíváncsi a másik önálló identitására, csak arra kíváncsi, hogy jól szolgál-e. Mondjuk, mint egy ilyen csecsemő, hogy nem tud még járni, és így sír, ha felveszem, oda viszem, elégedett velem, ha nem viszem oda, akkor dühösen sír. Ők mindannyiszor a saját pillanatnyi vagy hosszú távú érdekének rendelik alá másik embert. Igen, és a másik ember mássága, saját akarata, saját baja, az irritálja őket, nem empátiát, segítőkészséget vált ki belőle. Ő nem akar, vagy nem tud részvételes lenni. És akkor itt ez egy másik nagy kérdés, hogy akiknek van ez az ilyen agyi eltérése, akik inkább így a pszichopátiával rokon narcisztikusok, akiknél ez valahogy neurobiológiailag nem adja magát. Tehát ez az, aki képtelen. Igen. A másik, csak így viszont az eszével ki tudja kalkulálni, de nem okoz neki, nem motiválja őt, hogy enyhítse. Ki tudja kalkulálni, hogy nekem illene most empatikusnak lennem? Ki tudja kalkulálni, hogy ez szenvedést okoz a másiknak, és ha ez érdekli, hogy illik viselkedni, akkor azt is ki tudja kalkulálni, hogy ilyenkor azt kell mondani, hogy sajnálom, ha jó fejnek akarok látni, mert olyan közegben nőtt föl, ahol erre megtanították, tehát erre képesek. És akkor mondom egy másik verzió, amikor ez a megszégyenítés masszívan ott volt a felnövekedésbe, és a megszégyenítés az aktiválja azt, hogy én ki vagyok rekesztve, nem vagyok odaillő, veszélybe vagyok, az egy ilyen nagyon nagy veszély, a megszégyenítés, hogy ugye szeretnék az emberek in-group lenni, és a szégyent arra használják a kultúránkba, hogy jelezzék, hogy ezzel én nem tudsz a csoporton belül maradni, ki fogunk rekeszteni. Tehát ez egy nagy veszély, és mikor így veszélybe vagyok, úgy érzem, hogy a másik megtámad, akkor nagyon leblokkolódik ez az empátiás készségem, mert akkor ugye az ellenségnek nem jó empatizálni, az ellenséget nem tudom így leütni, vagy megverni. Tehát támadhatóvá válok saját magam előtt, sebezhetővé. Sebezhetővé válok, és aki engem meg akar sebezni, vagy meg is sebezett, azzal nehezen tudnak empatizálni az emberek. Nem tudom, hogy volt-e már olyan, hogy valaki megverte magát, és arra gondolt, hogy jaj, szegény, biztos dühös, vagy nem tudom mi. Hát nehéz. Ugye? Nehéz. Tehát, és ők ezt élik át ilyen apró dolgokba, hogy mond valamit, és én nem figyelek oda. De ők folyamatos önvédelmi harcot folytatnak? Tehát mindig azt lesik, hogy ki és mikor fog bántani? Hát, hogy ki és mikor szégyeníti meg. Uh-huh. És hogy ez egy ilyen... De így nem lesik, hanem ez egy automatikus folyamat. Világos. Tehát, hogy ők ennek nem szándékosan csinálják, hanem ez így triggerelődik bennük, ez az intenzív szégyen, és akkor már nem tudnak azon gondolkozni, hogy jaj, szegény, biztos, azért nem figyelt rám, mert holnap vizsgázik, és nagyon tanul. Nem tudnak már ilyenkor perspektívát váltani. Ezért képtelenek elfogadni a legkisebb kritikát is? És azért, mert ez egy ilyen óriási megszégyenülést triggerel bennük, lelepleződik ez a nagyszerű jelenség, amit ők mutatnak kifelé, meg amit elvárnak. Tehát, hogy az nagyon fontos, hogy megértsük, hogy ez az altípusa a narcizmusnak, az nagyon sok mély lelki szenvedést él át, és csak így tud megbírkózni vele. Mikor szenved ő? Azt mondja, nagyon sok lelki szenvedést él át. Mikor? Milyen helyzet? Akkor szenved, amikor ez a másik, ezt a protézis funkciót egy kicsit is feladja, nem csinálja, és akkor ő megszégyenülve érzi magát. Nagyon, ezt úgy nézik, hogy törékeny, tehát, hogy nagyon törékeny az önképük, hogy akkor így összetörve, megszégyenülve érzik magukat, és ez egy nagyon nagy szenvedést okoz. És erre
Ugye vannak az ilyen nagyzásos narcisztikus emberek, akik azzal küzdenek meg, hogy akkor a másikat próbálják így lenyomni. Dühbe gurulnak, kritizálják, megszégyenítik, elterelik a figyelmet. Ez csak egy ilyen megküzdési mód. Elterelik a figyelmet a saját törékenységükről, és arról kezdenek beszélni, hogy a másik milyen törékeny. De ez egy ilyen kétségbeesett próbálkozás. De ez mi múlik, hogy valakiben megvan ez a késztetés és szándék, hogy a másikat szakadatlan le akarja nyomni, még a másikban ez a fajta agresszió, vagy arrogancia, vagy ez a fajta abúzív viselkedés, ez nincs meg. Ez jellemvonás kérdése? Tehát, hogy plusz még rárakódik valami fajta, nem azt mondom, hogy gonoszság, de egy ilyesfajta rossz szándék is? Talán kezdjük inkább úgy, hogy vannak temperamentum, vele született személyiségvonásbeli különbségek az emberek között, és vannak, akik ilyen robbanékonyabbak, vehemensebbek, agresszióra, kifelé törő dolgokra hajlamosabbak, van, akik meg inkább szorongóak, és befelé belül próbálják megoldani a dolgokat, és az, aki az előbbi, azok jobban hajlanak erre a grandiózus, támadó, agresszív viselkedésre. A sérülékenység kevésbé fordul át ilyen nyilvános nagyzásosságba, az csak belül van náluk, ők meg ezek a sérülékenyebb, vagy covered, rejtett narcisztikusok, vagy... De hát, ő neki bátorsága nincs megmutatni az ő vélelmezett nagyszerűségét, vagy egész egyszerűen nincs meg az a fajta önbizalom tankja sem, hogy kiálljon, és legalább ezt próbálja projektálni saját magáról. Hát ezek közül valamelyik, és ezek az emberek otthon ülnek, és álmodoznak. Miről? Hogy bekódítják a világot? Tehát ők a világ legfantasztikusabb férfiai és női? Hát most mondok egy nem saját esetet, mert ugye mi nem mondhatunk saját eseteket, hanem a szakirodalomból mondok egy esetet, hogy egy ilyen 20 éves, 28 éves nő, aki elvégezte az egyetemet, és ő igazából egy nagy hollywoodi stúdiót akar vezetni. És úgy érzi, hogy erre képes, de azért nem próbálja meg, és nem megy végig ezen a ranglistán, hanem arról álmodozik otthon, és otthon olvasgat, meg meditál, hogy majd ő egy ilyen nagy stúdióvezető lesz. De nem mer kimenni a valóságba megmérettetni magát, mert retteg ettől a megszégyenüléstől, ami nála nagyon intenzív. Azért valljuk be, mindenki rengeteg narcisztikus sérelem, tehát az önbecsülést ért sérelmet él át, míg megvalósítja magát, nem? Tehát biztos ön is, vagy én, mint beszéljek magamról, tehát mint kezdő orvos, ott a betegek is állandóan aláztak, hogy maga a fiatalember mit keres itt, hívjon egy rendes orvost, vagy a főnökeim, meg nem tudom mi, és ezekből egyrészt tanulni kell, mert lehet, hogy tévedek, ugye egy csomószor hibázik az ember, úgy fejlődik, meg ki kell bírni, és el kell jutni odáig, hogy egyre jobban meg tudjam valósítani az álmaimat. Hát ez egy csomó megalázó helyzetet át kell tudnunk vészelni. Ők nem tudják, tehát és ők akkor összeomlanak. Ugye az egyik változat, hogy nem tudják, összeomlanak az elején, és aztán elkerülik. Másik változat, hogy ilyen nagyzásos viselkedéssel ezt letagadják maguk előtt, meg a társas helyzetbe, és akkor ott már azért van egy nagy esélye, hogy kikerülnek ebből a fejlődés útból, mert a környezet ezt nem bírja elviselni, ezt büntetik. Említette a fantáziálást. Az azért van, mert gyerekkorában nem kapott meg valamit. És egész egyszerűen, törvényszerűen már nem tudom, kisgyerekként a fantázia világába menekült, tehát azt a szeretetet, elismerést, népszerűséget, amit nem kapott meg édesanyjától, édesapjától és a tanáraitól, a saját álomvilágában képződik meg azáltal, hogy fantáziál róla, vagy onnan fakad, hogy belül ő felnőttként már egy végtelenül szorongó ember, nem mer oda menni lányokhoz, nem mer egy közösségen belül például érdeme szerint megnyilvánulni,
és azt nem odírja azt, hogy aki nem tettekre született, az álmodni kénytelen. Tehát, hogy akkor ő legalább otthon eljátsza magában fejbe, hogy ő a világ legnagyobb macsója. Ez akkor problematikus, hogyha olyan túlzó az, amit el szeretne érni, és nem képes apró lépésekre bontani, mert az már neki derogál, mert az már triggereli ezeket a kisszerűség élményeket, és nem tud dolgozni közben. Tehát innentől mondjuk azt, hogy ez egy narcisztikus probléma. Addig egy nagyon adaptív dolog az álmodozás. És akkor a sok kudarcnak az elkerülése, itt ugye ez egy másik probléma, hogy a szorongás, mint mechanizmus, az hogy játszik itt, és ugye ezeknél a malignus narcisztikusoknál, vagy rossz indulatú narcizmus, pszichopatoid vonásokkal, ott nem jellemző a szorongás, tehát őket az nem zavarja, viszont jellemző az empátia hiány, és a bűntudatnak a hiánya. Tehát kérdés, hogy egy HR osztályon, egy nagy cégben hány ilyen ember kell, aki lelkiismeretfordulás nélkül kirúgja a gyerekeit, egyedül nevelő anyukákat, meg nem tudom mi. Az is egy narcisztikus sebb, hogy mondjuk, ha én elveszteném a munkahelyemet, vagy lenne egy olyan súlyos testi betegségem, ami miatt nem tudnék közlekedni, és másokra szorulnék, az egy narcisztikus sebb, mert ez azt jelenteni, hogy én nem vagyok kompetens, nem vagyok értékes, nem tudom megcsinálni a dolgaimat. És akkor itt az a kérdés hosszú távon, hogyha felnőtt korba ér minket egy ilyen narcisztikus sebb, hogy mennyi erőforrásunk van az önbecsülés terén. Tehát, ha gyerekkorba éri az embert, akkor nincs meg az a kellően szükséges erőforrás, hogy tudja mozgósítani egy ilyen konfliktus helyzet esetén. Igen. Folyamatos szükséglete az átlagembernél nagyobb mértékben egy narcisztikusnak, hogy őt mindenkor szeressék? Tehát ilyen kétdimenziósan látja a világot? Tehát vagy szeretnek, vagy nem szeretnek? Ez nagyon jó kérdés, azért, mert ugye benne van a szeretni szó. És az, hogy mi mit tartunk így a pszichoterápiás szakmában szeretetnek, ugye az egy olyan dolog, hogy én különálló egyénként szeretlek téged, akiről tudom, hogy te is egy különálló egyén vagy, egy csomó mindenben különbözöl tőlem, egy csomó mindenben hasonlítunk, és szeretlek azzal együtt, aki vagy, és kíváncsi vagyok a másságodra, érdekel. Ez az ilyen, szerintünk egy érett szeretet. De vannak olyan elgyengült pillanatai, amikor térfogatában tud kötődni a másikhoz, és mondjuk bensőséges, mély szeretetet, kapcsolódást át tud élni a haszonelvűségen felül? Na, hát ugye ez a nagy cél, ugye ez a nagy cél a terápiába is, és ez a nagy cél a párkapcsolatokba is, hogy ezen ő túl tudjon lépni, és vannak olyan terápiák, terapeuták, terápiás kapcsolatok, ahol el lehet ide jutni. Például az a módszer, amit én gyakran csinálok, ez a sématerápia, ott például az egyik ilyen központi technika az ilyen narcisztikus emberekkel kapcsolatban, hogy úgynevezik, hogy empatikus konfrontáció, ami azt jelenti, hogy mondjuk azt mondja nekem a páciens, hogy hát, hogyha maga lenne Freud vagy Jung, ezek ilyen nagyon híres terapeuták, akkor talán lenne értelme mondanom magának valamit, de hát így komoly kétségeim vannak. Tehát, ugye? Hogy ön van-e azon a szinten? Igen. Hogy egyáltalán párbeszéd képesség. Igen, igen. És akkor ugye az empatikus rész, hogy megpróbáljuk megérteni, hogy fú, ennek az embernek mennyire nehéz lehet, mennyire bizonytalan, hogy mennyire sérülékeny, hogy szeretne a legjobb kezekbe lenni, és hogy mennyire
ilyen komoly kétségei vannak, hogy a legjobb kezekbe került-e, és megpróbáljuk ezt így tisztázni, hogy ugye azért mondja ezt, mert hogy nagyon aggódik, hogy jó kezelést kap-e. És próbáljuk, és hogy meg hogy aztán így próbáljuk kideríteni, hogy esetleg volt ebben rossz tapasztalata az élete során, hogy akiknek ki volt szolgáltatva, azok nem a legjobbat nyújtották, és hogy talán joggal aggódik, vagy ilyesmi. Ez az empatikus rész, és ebben próbálunk, lehet, hogy ez hónapokig tart, míg meg nem érzi azt, hogy mi megpróbáljuk megérteni, és ugye ennek a megértésnek van egy olyan szakasz, ami eljut a sérülékenységig, és onnan nagyon sokszor így ott nagyon kemény támadást kap a terapeuta, hogy hát nem sérülékeny, hanem maga egy ilyen szerencsétlen, nem Jung és nem Freud. És aztán miután ez ebbe a sérülékenységbe beenged, mert érzi, hogy biztonságban van, és én együtt érzek vele, akkor lehet beszélni ezekről, ahogy ő megküzd a sérülékenységgel, azt is együtt érzen, hogy látom, hogy ez volt az egyetlen eszköz, hogy a másikat így leértékelje, mert így tudta megvédeni magát ezektől az emberektől, és velem kapcsolatban is ezt csinálja, stb. És akkor lehet erről beszélni, hogy de viszont ez, ugye az a klasszikus ilyen terapeuta szlogen, hogy ez nem vált be. És akkor lehet ezen dolgozni, hogyha ez nem vált be, akkor mi válna be? De ez egy nagyon nehéz folyamat, hogy ő elég biztonságban érezze magát velem, hogy a sérülékeny részét tudjuk ápolni. Mivé fejleszthető, és ez a záró kérdés. Nagyon sok mindenről tudnánk beszélni, azért ez az egyik legkomplexebb és ezerfelé ágazó, és talán a legnépszerűbb téma is egyszer mint. És mindig hangsúlyozni kell, hogy ez minden emberre jellemző, átmenetileg nehéz helyzetekbe, és ne narcisztikusozzunk le senkit. Bizonyan. Azért, mert épp rossz kedvébe bunkó, hanem próbáljuk megnézni a hosszú távon, hogy milyen ő. Ezzel az empatikus megközelítéssel egy idő után, de ezzel a határozott kerettartással együtt megmeri engedni magának ez az ember, hogy sérülékenységéről ott lehessen beszélni, és meg tudja mutatni magát, és empátiát tud kiváltani, és hogyha ezt megtapasztalja, hogy az ő sérülékenysége az egy szeretetteli odafordulást is kiválthat, akkor, és ebből sok segítséget kap, akkor ugye nyitottá válik arra, hogy megnyugodjon, tehát, és amikor megnyugodott, akkor ő is képessé válik empatizálni, és hogyha ez a ciklus sokszor így lezajlik a terápiás kapcsolatba, akkor ez átmehet a magánéletébe is, és akkor olyan lesz, mint egy sérülékenyebb, de empátiára képes ember. Nagyon szépen köszönöm. Köszi. Unoka Zsolt professzor után jöjjön Posgai Zoltán Péter színész. A 44 éves férfi nyíltan vállalja narcizmusát. Te azt mondod, hogy egy látszólag teljesen rendezett, normálisnak tűnő békés családból származol, de az ajtók mögött azért nagy viharok dúltak, ugye? Ez így van, szervusz. Én, hogy is mondjam egész pontosan, én magam nem mondom ezt, hogy viszonylag rendezett családból jövök. Úgy tűnik, mintha egy rendezett családból jönnék, mert jobb reményekre voltak jogosítva, úgymond, vagy képesek a szüleim és a felmenőim, csak aztán hát meglehetősen szétcsúszott minden. És a nemrég megjelent könyvemben hát részletesen megírom gyakorlatilag, hogy miben is állt ez, és hogy mi volt az a káosz, amiben gyakorlatilag fölnőttem. Káosz? Az erős szó azért. Erős szó, de nem csak én fogalmazok így úgymond, ez a realitás. Egy értelmiségi zenész házaspár volt mindkét szülőm,
nagyszüleim tanárok, vagy nagypapám például újságíró volt, főszerkesztő, és minden arra utalt, hogy hát a gyerekek, a testvérem is, majd szépen rendezetten haladunk az iskoláinkkal, mindennel, és egy jó életív, egy szép életpálya vár ránk. Igazából édesapám valószínű, hogy a narcizmusnak egy nagyon-nagyon szélső szélén helyezkedett el a skálán, tehát ez a bizonyos narkopata, ami már a pszichopátiával is vegyes, és gyakorlatilag, ahogy ezek a történetek szoktak zajlani a négy fal között, otthon és belül, földi pokol volt az életünk, állandó meggyalázottsággal, állandó verbális és fizikai agresszióval, indokolatlan verésekkel, hisztérikus rohamokkal mindkét szülő részéről, stb. Tehát ők... Mindenkit bántalmazott? Tehát téged, a testvéred és anyukádat is? Igen, és nagyszülőket, így van. Csak úgy a lábát megrugdosta a nagymamámnak. Ha kedve úgy tartotta, akkor belerúgott valakibe? Gyakorlatilag egy kicsikét, igen, ilyen rapszodikusan történt ez, és hát az alkohol hatása váltotta ki, de semmiképpen nem rugdosunk egy kerekesszékben ülő nagyszülőt. Ti hogy reagáltatok mindenre, akik ezt láttátok? Hát nyilván félelemmel, elzárkózással, állandó belső feszültséggel és elkerüléssel, de aztán egy jó idő után közönnyel. Tehát ugye az a probléma ezekben az esetekben, hogy a gyermek és aki felnő, az ezt utána megszokottnak érzi és természetesnek véli. Az, hogy őt verik? Például. És az alakul ki, kérdezem csak félig naívan, azért sejtem én, hogy a válasz micsoda, de az emberben gondolom az alakul ki menet közben, hogy én ezt meg is érdemlem. Tehát, hogy én nem vagyok senki. Hát főleg azzal megtámogatva, hogy ha minden nap, és ez a verbális agresszió része volt, te nulla, te senki, te fing. Ez például egy olyan szó füzér és ciráda volt, ami mindennaposan elhangzott. Tehát gyakorlatilag nekem az édesapám 37 éves koromig élt, és gyakorlatilag addig állandó, mindennapos hasonló dolgoknak voltam kitéve. De mit kellett csinálnod, hogy ezt vágja a fejedhez? Elég volt elmenni mellette. És azt mondta, hogy te semmi? Hát gyakorlatilag ugye, mivel ő, tehát akkor próbáljuk fején találni a szeget, mivel erősen érintett volt a narcizmusban, és ez szoros összefüggésben áll a nagyon-nagyon alacsony önbecsüléssel. Ezért gyakorlatilag akik ilyen személyiségzavarban szenvednek, és a környezetük tőlük emiatt, azok másokat értékelnek le azért, hogy ők egyáltalán valahova tudják magukat pozícionálni ugye az életbe, ahhoz, hogy ők magukat tudják valakinek tartani. Édesanyád ehhez képest dicsért téged? Tőle igen, inkább hangzott el ilyen. Nála vegyes, 50-50%, és hát őre sokkal kedvesebben emlékszem, azon túl, hogy édesapámnak is megbocsájtottam, mert hogy mostanra sikerül egyáltalán átérezni, hogy ő belül mit érezhetett, és mennyi szenvedés áll e mögött, a viselkedés mögött is. Ez az érdekes egyébként, erről majd ejthetünk szót. De édesanyám, igen, ő tudott inspirálni. Anyukám mindig is a haverom volt inkább, mint anya. Ez egy jó dolog is lehet akár, de hogyha valaki inkább csak így az ember barátja, anyaként, tehát az azért nem jó. Tehát anyai szerepekben, gondoskodásban, törődésben ott nem tudott megmutatkozni a jelenléte, de aztán, amikor felnőttem, akkor lett egy ilyen cinkos társ féleség, egy ilyen jó beszélgető partner és haveri viszony, baráti egyébként, de egy ilyen viszony. De gondolom, megpróbáltad megérteni, hogy édesapád milyen gyerekkoron volt túl, mi mindent szenvedett el, hogy így viselkedjen a hozzá legközelebb álló emberekkel? Próbáltam megérteni, de ilyen alapon, ahogy te tételezed, nem tudtam megérteni, hiszen náluk viszont minden rendben volt. És akkor itt hadd térjek rá arra a két fő csapás irányra, amit lehet, hogy elmondott professzor úr is előttem. Gyakorlatilag
Narcisztikus személyiségzavar kialakulásának, és ezzel nem hiszem, hogy tévedek nagyot, a két fő kialakulási ok van. Az egyik, amikor nagyon súlyosan bántalmazzák, elhanyagolják, bántják a szemét. A másik ilyen, amikor pedig hát dicsérik minden levegővételéért, már az iskolában is, hogy te tökéletes vagy, csúcs vagy, jó vagy, és ez adja meg a feljogosítottság érzésének az alapját. Ő és ilyen ezért, volt a második? És ő inkább a második, tehát ő egy ilyen kivételezett anya egyszem kicsi fia, és az ígéretes zongoraművész Palánta volt az öcsével szemben is, és ezért ő valószínű azt igényelte folyamatosan a világtól, hogy az ő nagyszerűségét, vélt és valós nagyszerűségét, hiszen alkotott is, azért fölvett lisztlemezeket, stb. Tehát volt mögötte produktum, de szóval azt várta, hogy ezt tükrözzék vissza. És nem tükrözték vissza, ezért haragudott ő kvázi a világra, és próbálta lenyomni az ő mikrokörnyezetet. Talán nem eléggé így van. Nem annyira, mint amennyire szerette volna. Ami az ő fejében élt, vélelmezett módon saját magáról. Igen. Ő valaha ezt felismerte, beismerte nektek, vagy legalábbis saját magának, szerinted? Ahhoz, hogy egy narcisztikus személyiségzavarral élő, vagy személyiségszerveződésű ember beismerjen bármit, önreflexiója legyen, ahhoz nagy-nagy összetörésre, nagy-nagy kataklizmára van szükség. Pillanatokra került közel, felismeréshez, beismeréshez, vagy csak valami olyasmihez, hogy érzékenyebb, fogékonyabb és szeretettelibb legyen a környezetéhez. Ez az a pillanat volt, amikor súlyos vonatbaleset érte, és ez egy testi trauma volt gyakorlatilag. Elveszített a lábát. Végtagjait veszített. Mind a kettőt. Igen. Utána ő megváltozott? Tehát képessé vált a szeretetre? Volt egy csodálatos, mondjuk úgy fél évünk, egy évünk, nem is tudom, amikor rá nem lehetett ismerni, hiszen akkor az alkohol sem érte el, hiszen ő maga fizikailag nem érte el, akkor még a rehabilitáció alatt a sörözőket, kocsmákat, és akkor voltak jó felcsillanásai, úgymond, és lehetett vele. Sőt, egyébként is, tehát voltak nagyon jó pillanatai, ezekre az ember így, mint gyermek mindig vár, hiszen szeretni a szülőjét, akitől általában csak agressziót kap, és mint valami jutalom bombon olyan, amikor néha ebből jut. És várja a következőt, lehet, hogy hónapokat, vagy akár egy-két évet is kell arra várni, hogy de jó, volt egy délután, amit végig tudtam beszélgetni az apámmal úgy, ahogy mindig is kellett volna, és de jó lenne, ha még kapnék ebből. Igen. Nem sok bombot kaptál azért, ugye? Nem, de nézd, Endre, így is valamiért talán az elme, az agy és az én problémaköröm is, amin igyekszem túljutni, most már úgy rendezi a dolgokat, hogy a jót szűröm le, és a jóra kell emlékezni, és főleg hát megbocsátással, de tény, hogy nem sok jót, igen, ami azt illeti. Azt mondod, hogy kataklizma kell ahhoz, hogy egy ilyen típusú ember szembesüljön a saját maga problémáival. Neked mikor, és hogy jött el az a pont, amikor szembenéztél azzal, hogy valószínűleg narcisztikus vagy? Én két személynek köszönhetem, úgymond, ezt a dolgot. Az egyik a házi orvosom, a másik pedig a testvérem, az öcsém. Ugye, amikor már mindkét szülőnk elment, mert 2014-ben először édesanyánk, utána 2017-ben édesapánk, egy ilyen veszekedés alkalmával sütötte rám, hogy mennyire érzéketlen és aljas narcisztikus vagyok. És pont édesapám halála után 2017-ben mentem a most már 7. éve tartó, és most 7 éve tartó terápiámba. Ugye azt mondta, hogy érzéketlen vagy, mármint a testvéred. Tényleg az voltál? Azt gondolom, hogy igen, igen. Ez hogy mutatkozott meg a mindennapi működésed során? Hát alapvetően ugye én is egy ilyen meglehetősen súlyos empátia hiányos állapotba kerültem, az események hatására, amit mondtam, a közöny miatt. Hogy igen, de te nem tudtál, vagy nem mertél együtt érezni? Most arra azt gondolom, hogy nem mertem inkább.
És nagyon sok dolgot az ember gyermekkorában, ha traumák érik, ugye lehasít, eltávolítja magát az érzésektől. És itt is erről volt szó, gyakorlatilag a mai napra arra kell rájönnöm, hál' Istennek, és erre kapok visszajelzést, és ez a csodálatos, és ez a jutalma az egésznek, a terápiámnak, meg az akaratomnak, hogy egy nagyon érző embert rejthettem, és egy nagyon érző ember vagyok. De csak nem fértem hozzá közel. De ez micsoda energiákkal jár, mindezt elrejteni? Persze, pontosan erről van szó. Tehát ugye nyilván, hogyha ha narcisztikus személyiségzavarról beszélünk, akkor ugye állarcokat szoktunk emlegetni, azt, hogy valaki ugye teljesen mást mutat, mint ami. Te miért mutattál? Magabiztos, harsány, stabil? Vegyük sorra, magabiztosat mutattam mindenképpen, és voltak is pillanatok szerintem, amikor tudtam lenni, ha amikor nyilván az ember nyeregbe érzi magát bármiben. A harsányság az jellemző volt rám a jó bulikon, vagy itt-ott, tehát egy szenvedélyes és energikus alkat vagyok, egy impulzivitással is társítják ezt a dolgot, és mi volt a harmadik? Stabil. Igen, bizonyára mutattam ilyet is, igen. Miközben nagyon labilis voltál és instabil. Igen. Kapcsolódni tudtál? Azt mondom, hogy a magam módján, de ez egy nagyon kicsavart és nagyon fals kapcsolódási szerkezet. Ugye az ilyen személy a kapcsolatában önző, kisajátító, könnyen haragra gerjedő, kihasználja a másik felet, stb. Tehát tudtam a magam módján, de mivel ez nem volt egy olyan valódi, mély intimitáson, ami az elköteleződést is jelenti, ami képes az elköteleződésre, így nem tudtam, csak a saját olyasféle érdekeim mentén, hogy jaj, nekem mi kell a másikból, mi kell abból a kapcsolatból, abból a lányból azért, hogy én például régi gyerekkori elmaradt dolgaimat pótoljam vissza, és irgalmatlan szeretetésség, stb. Ez dominált benne, ez a lényeg. Te használtad kicsit ezeket az embereket? Volt rá eset, igen. Kicsit vagy jobban is, igen. Tehát most ha a csekély számú társkapcsolatomra gondolunk, igen, önkéntelenül is az volt az érdekes, hogy mit kapok, hiszen olyan elmaradással van. Hát némi jelenlétet, vagy segítséget a telken, és biztosan voltak egyébként pillanataim, de mivel a mai napra, én 44 éves leszek májusban, mai napra gondolom azt, hogy tételeződik az 44 éves koromra, hogy milyen egy felnőtt férfi, aki tud odaadó lenni, gondoskodni, keresi a párja kedvét. Azt tudja mondani, hogy ha alakul a kapcsolat, hogy oké, akkor én most itt leszek veled, mert neked az sokat jelent, hogy én itt vagyok, és ez fontos, hogy te számíthass rám. Szóval, mivel erre ide most jutok el, hát képzeljük el, hogy 20-as, 30-as éveimben a kapcsolódásaimban hol voltam ehhez képest, hogy tehát nem, következésképpen nem is tudtam rendesen adni. Amit már kifelé teszek, a külvilág felé, társkapcsolata, tehát ilyen baráti kapcsolódásaimban, vagy egy leendő párkapcsolatban, vagy ahogy megismerek egy új és idegen embert, ott már kifelé nem mutatkozik meg semmi. Ott jól érzik magukat az emberek velem. Korábban ez nem így volt? Hát nem feltétlenül, hiszen voltam annyira elárasztó, annyira csimpaszkodó. Csimpaszkodó mondjuk egy nővel szemben, igen. 0-24-ben rátelepettél, és ki akarta cipolyozni belőle azt a fajta szeretetigényt, amit nem tudtak kielégíteni korábban? Hát így, mert most nagyon felvezetted nekem ezt a mondatot. Meg sarkos is volt, de hogy... Azért azt hadd mondjam... Azt tudom mondani, hogy igen, csak a módja, a mikéntje más, mondjuk, mert azért azt a különbségtételt megtenném most, hogy én a rejtett, rejtőzködő és sérülékeny típus vagyok. Nem merted magad megmutatni a saját vélelmezett grandiozitásodban, de otthon ábrándoztál erről, és akkor, amikor találkoztál valakivel, a kapcsolódás így nyilvánult meg. Igen, akár így is. Tehát nagyon kerek mondatokban fogalmaz, és gyakorlatilag helyesen, tehát, hogy
az előbb is csak annyiban szerettem volna cizellálni, hogy ez a rátelepedés úgymond egy nőre, ez sokkal inkább egy ilyen elesettségből fakadó igény volt, mint sem az a fajta nyílt, rosszindulatú, malignus, narcisztikus, akikről hallunk, látunk nagyon sokfelé, ilyen-olyan csoportokban is, és ami a közbeszédben leginkább él, hogy nyílt és szemmel észrevehető módon rohadék mondjuk egyik a másikkal. Igen, ez a környezetnek egy nagyon sötét dolog, én nem akarok úgymond bizonyos értelemben felmentést, de a különbség ott van, ahogy az előző adások egyikében Bánki György doktor úr elmondta, hogy el kell tudni különíteni a dolognak a morális és a pszichológiai vetületeit. Tehát ha a pszichológiai oldalról közelítünk hozzá, mint ahogy most is tesszük, és ezzel az igénnyel, akkor abban gondolkodunk, hogy mi van mögötte, miért olyan az a valaki, mi fáj neki, mert hogy rendkívül sok szenvedéssel jár ez is. Mi fáj menet közben? Az, hogy például, ahogy én szoktam magam esetében megfogalmazni, nem tudok igazán részt venni a közösségben. Most ez egy nagyon furcsa dolog, miközben nagyon sok jó baráti, szomszédi viszonyom van, de valahogy mégis, mivel korán lekerültem egy növekedési pályáról, iskolai csoportokban, stb. Egy ilyen nem, hát otthon is bűnbak szerepben voltam, és a különböző korosztályos csoportokban, aztán 20 éves koromban, vagy színi növendék koromban is egy olyan fekete bárány, egy ilyen kívülálló voltam mindig. Amikor te megpróbálod azt mutatni, kifejezésre juttatni, és ez szerintem egy nagyon fontos kérdés a narcisztikusokkal kapcsolatban, hogy te milyen nagyszerű vagy, milyen kitűnő. Azért, amikor az ember belenéz a tükörbe, és saját magával van egyedül, legbelül te tudod azt, hogy az nem igaz? Tehát múltról beszéljünk. Belül akkor azt hiszem tudat alatt, akkor tudhattam ezt, így van. Valószínűleg tudtam tudat alatt, hogy ez nem így van, én ennél sokkal kisebb vagyok, mint amit én kifelé mutatok. Viszont mára az a fontos különbségtétel, hogy ezzel együtt, hogy én most a gyengeségemet, a múltbeli és a jelenkori gyengeségeimet is mutatva, felvállalva itt ülök, most veled és beszélgetünk, ebből formálódik az erőm. És egyébként is. Tehát most rakódom össze annyira, hogy egyébként hát el kell hinnem magamról, hogy basszus, egy kedvelhető fickó vagyok a nők körében, és kapok erre utaló jelzéseket, stb. Tehát ezzel tessék élni. Ami fontos, hogy pont ez az, hogy éljem meg végre magamat. Épüljön föl egy valódi self, egy reális önértékelés, és éljen meg jól, és hogy ne bátortalankodjak. Tisztázzuk, hogy te a narcisztikus spektrumon hol helyezkedsz el. Tehát mi lett végül is a diagnózis, ami még ránk tartozik, hogy te még a kóroson innen, a kóroson túl, és a spektrumon belül is mennyire súlyos narcisztikusnak számítasz? Ő így nem mondta ezt nekem sosem a terapeutám. Azt gondolom utólag visszanézve, hogy valószínűleg elég súlyos lettem. Tehát ahogy mondtam is, sérülékeny típus és a rejtett típus. Igen, nem tudom, mit mondhatnék még erről. Ami fontos nyilván, hát és ezt el kell tudnom könyvelni, és egyre fontosabb, hiszen az ember megválni szeretne ettől, amennyire lehet, holott egészen nem lehet. Tehát a személyiség szerveződésem az ilyen marad. És ezt kell valahogy becsatornázni. Az, hogy grandiózus álmaim vannak, és ez itt kapcsolódok megint a pozitivista szemlélethez, az, hogy nagyívű elképzeléseim vannak, az lehet akár egy jó magas értékválasztás és tökéletességre való törekvés. Ebben lehet nagyon produktívnak lenni. A szeretethez való viszonyod azért nagyon érdekelne, és még a terápia előtti időszak elsősorban. Elhittette azt akár csak egy percre is, hogy te szerethető vagy? Valószínűleg nagyon szerettem volna, de azt gondolom nem hittem el. Bármilyen intim, bizalmas és elmélyült viszony esetén végső soron azt gondoltad, hogy te ezt nem érdemled meg? Valószínűleg a tudatalatti elképzelésem ez lehetett, igen. Igen. Azért az nagy kínokkal jár belül. Hát főleg úgy, ha az ember még meg sem tudja ragadni, hogy erről van szó.
És majd több év terápia nyitja ezt föl. Arra az időszakodra, a többi emberrel való eljárásaidra, hogy tekintesz ma? Bocsánatos bűnként tekintesz rá, nevezetesen, hogy a te gyerekkorod egész egyszerűen ezt determinálta, vagy tudod azért ostorozni magad, és úgy gondolod, hogy ott azért nem voltál mindenkor a jelen nagy bajnoka? Hát mind a kettőre szükség van a tisztánlátáshoz. Mert az ember, amit tesz, azért ő felel. Akkor, hogyha amíg beszámíthatónak tekinthető, és ez a fajta személyiségzavar, ez amennyire tudom, ez nem nélkülözi a beszámíthatóságot. Tehát itt klinikailag is arról van szó, hogy ez az ember, az ilyen ember, és én is, tudja, hogy mit csinál. Nagyon is tudja, hogy mit csinál. De nem tudja nem úgy csinálni. Belül tudja, hogy ez rossz? Azt gondolom, igen. Ez egy nagyon fontos dolog szerintem. Például, vegyük a kedves volt feleségemet. Megkaptuk NASZ ajándékba a valamennyi pénzt, borítékokba, stb. És néhány hétre vagy hónapra rá, én szépen úgy döntöttem, 25 éves voltam, hogy én jogosítványt akarok csinálni. És szépen a közös pénzből a teljes megkérdezése nélkül kivettem, amennyi arra szükséges, elkülönítettem, elmentem, befizettem, és csináltam. Holott az egy közös dolog kellett volna legyen, és az megbeszélés alapját kellett volna képezze. És volt benne probléma ott akkor, úgy emlékszem, a családba. És valahogy úgy, én azt éreztem, hogy szükségem van rá, nyilván hiszen akartam előnyhöz jutni, akartam haladni, akartam jogosítványt csinálni, és olyan nagyon nem is értettem. Tehát ilyen helyzetekben olyan nagyon nem is érti, hogy most mi a baja a másiknak ezzel? Most mi a baja? Te azt gondoltad, hogy neked ez jár? Hát nyilván igen. Vagy nem, vagy, hát hogy szükségem van rá, igen. Nem mindig volt ez, hogy jaj, most nekem minden is jár. Még egy kicsit ilyen indokolatlan pufogásnak is tűnt a másik méltatlankodása? Tehát, hogy mit pattogsz? Hát kellett. Voltak ilyen helyzetek, nem hogy pont ebbe, de voltak ilyen helyzetek, igen. Az ilyenekre te hogy gondolsz vissza? Hogy mekkora hólyag voltam, és jó lenne elnézést kérni? Hát, mint tettem is, igen. Hogy most már egy őszintén érdeklődő, együttérző valaki vagyok, ha valakinek problémája van. De azt hogy kell elérni? Hú, ez... Tehát egy ember, aki kimondja magáról, hogy érzéketlen volt, megkapja azoktól az emberektől, akik nagyon szeretik őt, például a testvérétől, az hogy tud empátiával fordulni utána teljes szívvel a másikhoz? Mi kell ehhez? Mi kapcsolat? Nem úgy, a könyvben is így írom, ez nem olyan, mint amikor fölkapcsolod a villanyt, és akkor mostantól már világosság van, hanem ahogy jön föl a hajnal, és egyszer csak minden átmegy egy másik minőségbe. Mi kell? 7 év kell hozzá, nem tudom mennyi, akarat, arra kell menni mindig, amire fáj, azt mondtam az üléseken is, ahol el kell ismerni, hogy én vagyok a hunyó, ahol basszus itt, hát a francba, én nem működök jól a másik emberrel szemben, nem ő vele van a baj. Tehát ez a megint csak egy kép, ugye én megyek egyedül szemben az autópályán, nem a többi a hülye, aki szembe jön. Mert korábban ezt is hihetted. Akkor nem gondoltam így de facto, hogy mindenki hülye, hanem azt gondolom, hogy én rendben vagyok. De hogy kapcsolat az ember a korábbi érzéketlenségéből egy másik felé nyitott és tényleg érzékeny emberré? Még mindig az empátiánál tartunk, amiről beszélsz, ugye? Hogy magyarán az a kérdés ezzel, hogy hogyan épül föl, hogyan tételeződik az empátia. Gyakorlással, hogy tudjak konkrét választ is adni. Én ugye mondtam, muzsikáltam is, napi 10-12 órákat tudtam skálázni, annyira jól esett, és nagyon sokszor ez mennyiségre történik. És nem megy az ember keze, nem elakad, jaj, leragad az ujja, nem tudja növelni a taktust, nem tud gyorsabb lenni, stb. Mennyiség, és majd meg őrül, hogy még mindig nem úgy szól, még mindig nem jó a dolog. És aztán egyszer csak jön egy állapotváltozás. Eltelik egy hónap, 2-fél év, stb. És úgy megszólal a nóta, ott megjön a steng benne, meg... Érted? Tehát mennyiségre gyakoroltam a szeretetet én is. Például a hegyen a szomszédaimmal, hogy mit tudom én, időről időre, egy évben egyszer-kétszer
főzök ott az utcának, meg télen, ha sütöttem, vittem át ezt, azt, mert nem tudom, kerestem a kapcsolódásokat. Az egész életemet kezdtem újra tanulni ott, és minden, hogy néz ki egy család, egy szeretett közösség, stb. Ezeket tanultam mennyiségre, és aztán megszületik a minőség belőle. Szeretetet el tudod-e már fogadni? Igen. Az idő, az a pillanat, amire megálltam a gondolkodásban, az azért történt, mert egész más a hétköznapi szeretet, az emberi kapcsolatok szeretetének az elfogadása, azzal is volt problémám, meg a társkapcsolat kérdése, hiszen az a legnagyobb mély víz, nekem, nekünk, egészséges kötődési mintázattal rendelkező valakitől, és valakinek a szeretetét el tudom-e fogadni, vagy olyan komplementereket és kiegészítőket keresek, mint nagyon sok korábbi kapcsolódásomban, ahol valamiképpen ott is a szabad gyök, ott is az a vegyérték, egy picit azért olyan fals volt, olyan picit torz ebben vagy abban, és azért találtam a másikat is kedvesnek számomra. Ez nehezebb. Azt gondolom, hogy egy teljesen tipik, klasszik, egészséges kötődésű embernek a szeretetét, azt még mindig nehezen fogadnám el. Miben ami az engem, ijesztő? Hát nem is az, hogy ijesztő, hanem az én impulzivitásom, meg a szüntelen érdeklődésem, meg élménykeresésem, a mindennapok élményeinek a keresésében, számomra ez még mindig valószínű, hogy egy picit uncsi. Hasonlóan impulzív, érdekes, egy kicsit lökött, vagy kicsit lila, vagy kicsit furi csajt képzelek el egyébként magamnak, és ezzel nincsen baj, tehát az a zsák találja meg a foltját, és örüljön a hasonló a hasonlónak. De ki tud abból alakulni egy egészséges párkapcsolat, amikor két ilyen vagy olyan sérüléssel rendelkező ember kémiájából jön létre valami, hogy a séma kémia mondja azt, hogy igen. Szintén török szárnyú embert vonz igen. be egy ilyen típusú igen. személy. Igen, igen. És a válaszom azt gondolom, hogy elenyésző esetben igen. Tehát kevés esetben igen. Én azt a, nem is azt mondom, hogy felemet, azt a társamat keresem, azt gondolom, amely a jövőre tekintünk meg egy leendő jó társkapcsolatra, akinek hasonlóan konfliktusa van önmagával, a múltjával, a működésével, aki keresi magában szintén az utat, aki szeretné magát meghaladni napról napra, és ebben mi erősíteni tudjuk egymást. Tehát ilyen értelemben igen, és ilyen értelemben nem baj, hogyha köznapi nyelven fogalmazva a másik is kattos, vagy ilyen-olyan módon, ugye, de ne vicceljük ezt el, tehát hogyha van csomagja, és annak a csomagnak, meg amit kapott, annak vannak keserű kimenetelei és eredményei. És elbírjátok majd ketten ezt a két nagy csomagot? De ha erre van reflexió, akkor abból lehet jó. És nézd, azt gondolom, hogy nem tudom, ebben nem vagyok most ugye benne, létezik olyan, azt tudom mondani, hogy van olyan, akik ezt nagyon jól oltják ki egymásból, és működhet. Nem, de egyébként nem feltétlenül keresek ilyet. Most nem fogom tudni megmondani, hogy a következő kapcsolódásom milyen lesz. Lehet, hogy teljesen bizalmas és biztonságos kötődésű valaki lesz, és el fogom tudni fogadni. Nem lehetetlen. Nyilván, ha én magamnak megtalálom benne az érdekességet, és viszont, és ez mindenkire érvényes, a normális és a neurotipikus emberekre is, meg kell találja magának benne azt a számára kedvelhetőt, és kölcsönösen, amitől az majd menni fog. És akkor egyébként mindegy, hogy mekkora a csomag, mekkora a baj, hány fok van a szobában, stb., akkor menni akarnak, mert együtt van dolguk. Drukkolok, hogy ez sikerüljön. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm.